Az elmúlt napokban egy kisebb kormányválság alakult ki, hiszen azt láttuk, hogy lemondott többek között Falkovics László miniszter, hiszen a minisztériumából elvették az energiapolitikát. Azért érdekes ez, mert ha végignézzük, hogy mit mondtak az elmúlt hónapokban, hetekben az Orbán kormány különböző tagjai, akkor azt látjuk, hogy olyanokról beszéltek, amiknek egymáshoz sok közük nincs. Orbán Viktor például azt mondta, ami egy egészen nevetségesen bugyuta állítás, hogy a megújuló energia a legdrágább energia, és ezzel szemben Palkovics László azt mondta, hogy a fosszilis energiára alapuló magyar gazdaság korszaka lejárt, és fosszilis energia helyett például a szélenergia támogatását is kilátásba helyezte a lemondott miniszter. Emellett azt is láttuk, hogy össze-vissza beszéltek abban is, hogy pontosan mennyi megújuló energia kell, hogy kell a megújuló energia, és hogy milyen módon használjuk azt a fosszilis energiát is, ami beérkezik. Összességében tehát káosz volt, és káosz van a kormányban arról, hogy milyen energiát használjanak, és ez a káosz látszik abban is, ami most az energetika kormányzati vezetésében történik. A miniszterelnök valamiért szerelmes a fosszilis energiába, és ezt csak a magyarok tudják megváltoztatni. Ezért indított az LMP zöld konzultációt, ami 5 energetikai kérdésre, olyan kérdésre, ami valóban fontos, keresi a választ. Az első az, hogy a napelemeket sújtó adót eltöröljük, a második az, hogy a szélenergiának ezt a butatiltását végre fel lehessen oldani, a harmadik az, hogy a klímabérlet bevezetésével a közösségi közlekedést is támogassuk, benne van az is, hogy épületenergetikai korszerűsítéssel végre csökkentsük zöld módon a családok rezsijét, és a végül föltesszük azt a kérdést is, hogy akarunk-e még feleslegesen pénzt költeni a Paks 2 bővítésre, aminek, hogy finoman fogalmazzunk, a nemzetközi környezet amúgy nem éppen megfelelő. Mindenhol az látszik, hogy a magyarok döntő többsége a megújuló energia mögött áll. Azért indítottuk a zöld konzultációt, hogy mindenki ki tudja fejezni saját maga is, hogy a megújuló energia mögött áll, és hogy nem ért egyet az Orbán kormány elhibázott energiapolitikájával. Ha ön is egyetért ezzel, akkor töltse ki a zöldkonzultáció.hu oldalon, illetve hogyha meglátja aktivistáinkat bárhol az országba, akkor fáradjon oda, és töltse ki akár papír alapon is ezt a konzultációt.